A Székesfehérvár gazdaságért díjat évente egy alkalommal adományozza Székesfehérvár önkormányzata. A díj annak a szakmai közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek adományozható, amelynek tagjai a szakmában elismert, köztiszteletben álló személyiségek és tevékenységükkel hozzájárulnak Székesfehérvár gazdasági életének fejlődéséhez. 2023-ban a Székesfehérvári Szakképzési Centrum nyerte el az elismerést. Most az az érdekesség, hogy nem egy gazdasági szereplő kapja közvetlenül, hanem egy olyan közösség, amely közösség tagjai sokat tesznek a gazdaságért azáltal, hogy a szakképzett munkaerő tekintetében segítik a fiatalokat, vagy éppen a felnőtt képzésben a már munkavállalókat abban, hogy a legkorszerűbb tudást és technológiai ismeretet megszerezhessék, úgyhogy az idei évben a szakképzési centrum kapja ezt az elismerést. A centrum iskolákat takar, az iskolák tanárokat elkötelezett, szakmailag felkészült közismereti és szaktanárokat. A Székesfehérvár Vári Szakképzési Centrum részeként működő, nagy tradíciókkal rendelkező 11 szakképző intézményben a változó munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve modern, piacképes szakmai ismeretekkel és gyakorlattal képezik a tanulókat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy nagyon pozitív visszajelzés számunkra, hogy az a munka, amit eddig végeztünk, az hasznos. Nem csak a diákjaink számára, hanem a Székesfehérvár számára is. Már a megalakulásunk óta azon dolgoztunk, és az volt a célunk, hogy olyan partneri viszonyt alakítsunk ki a gazdálkodó szervezetekkel, illetve a várossal, amelyik minden résztvevő számára előnyös és hasznos, és igazából azt reméljük, hogy akik ebből a legnagyobb hasznot húzzák, azok a diákjaink. Az ünnepségen a Gorzium gimnázium, szakgimnázium és technikum zeneművész tehetségei működtek közre, akik Michael Bublé, Svej, Stewie Wonder, Izünsi Lovely, valamint Horváth Charlie Jég Dupla Viszkivel című dalát adták elő.